A napokban kezdődik Magyarországon az újabb nemzeti konzultáció, melynek egyik témája a fogvatartottaknak járó kártérítés. A kormány javaslatára az országgyűlés június 15-ig felfüggesztette a bíróságok által a börtönviszonyok miatt megítélt kártérítések kifizetését. A Fidesz politikusai börtönbizniszről beszéltek, mondván a börtönben ülők már 12 000 pert indítottak, és 10 milliárd forintot pereltek ki. Karsai Dániel ügyvéd számos ügyben képviselt fogvatartottakat kártalanítási ügyekben. Azt mondja, nem milliós összegekről van szó. Ráadásul azokból ügyfeleinek a sértettek kártérítését is ki kell fizetniük. Aggódnak, hogy mi lesz, én meg hát próbálom őket megnyugtatni, hogy azért ez csak egy átmeneti állapot, és előbb-utóbb azért a kifizetésekre sor kell keríteni. Ugye itt nem vitatható, hogy nagyon súlyos jogsértések történtek, amiket az államnak orvosolni kell, az állam ezt maga vállalta, most nem, ezt nem vonhatja vissza. Nyilván egy olyan érinteti körről beszélünk, aki ellen nagyon könnyű negatív érzelmeket gerjeszteni. Az Amnesty International Magyarország felháborítónak tartja, ha jogerős ítéletek végrehajtását egy tollvonással meg lehet szüntetni. Nem arról van szó, hogy valaki külföldről valamit ránk erőszakolt volna, hanem a Magyarországgyűlés fogadott el egy jogszabályt, amit magyar bíróságok alkalmaznak. Nem arról van szó, hogy valaki nem dolgozott és ezért kap pénzt, hanem arról van szó, hogy valakinek kárt okoztak és ezért kap pénzt. Ebben az esetben a magyar állam okozta azt a kárt a fogvatartottaknak, hogy nem volt képes olyan körülményeket biztosítani számukra, amit egyébként ő maga ígért meg nekik magyarországi jogszabályokban. Az Európa Tanács jelentése szerint az EU-ban arányaiban a legtöbben Litvániában ülnek börtönben. A legnagyobb zsúfoltság azonban Magyarországon van. Az Amnesty szerint a börtönépítés csak rövid távon megoldás a zsúfoltság enyhítésére. Inkább a büntető politikán kellene változtatni. Kisebb súlyú bűncselekmények elkövetőit nem szükséges feltétlenül börtönbe zárni.